Tisztelettel köszöntöm az ünneplő közönséget Szent István király és az új kenyér ünnepén. Köszöntöm Tóth Józsefet, polgárváros polgármesterét, dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyzőasszonyt, polgárváros képviselőit és vendégeit. Külön köszöntöm polgárváros és Tiszaújváros testvérvárosainak delegációit. Brász Györgyöt, Tiszaújváros polgármesterét, Günther Henkelt, Ludwigshafen, Friedrichshain városrész polgármesterét, Rigó Lászlót, Rimaszombat alpolgármesterét. Hamarosan érkezik még Mária Milejszka, Zavecse járási tanács alelnök asszonya, és Bendik Veronika, Beregszász megyei jogú végrehajtó bizottság titkárát is köszöntjük. Az elmúlt percekben az Ady Endre Művelődési Központ Mazsoret csoportjainak bemutatóját láthatták. A csoport vezetője Török Judit Kinga, okleveles Mazsoret oktató. Augusztus 20-a az új kenyér, a magyar alkotmány ünnepe. Első királyunk szentté avatását, a keresztény állam megteremtését és az új kenyeret ünnepeljük meg országszerte. Egész évi munkánk szántás, vetés, aratás eredményét megélhetésünk alapját jelképezi a frissen sütött, új búzából készült kenyér. Az arató ünnep az egész magyar nyelvterületen látványos, közösségi jellegű szokás volt, amely a középkorig nyúlik vissza. Különböző változatai ismeretesek, főbb mozdanataiban azonban országosan egyezőek voltak a ma már hagyománytisztelő szokások. Az aratás befejezése után a részes aratók búzakalászból, mezei virágból, csigaszerű, korona vagy koszorú alakú arató koszorút, ritkábban búzababát kötöttek, és ünnepélyes menetben, kézben, rúdon vagy fejre helyezve a földesúr, tisztartó, vagy a gazda elé vitték. A koszorút vagy vivőjét bőségvarázsló, esővarázsló célból bőségesen megöntözték, lelocsolták. A gazda köszönete jeléül áldomást ivott az aratókkal, és megvendégelte őket, ami többnyire táncmulatsággal fejeződött be. Az aratókoszorút általában az első házban, a tiszta szobában a mester gerendára akasztották. Vetéskor a szemeket kimorzsolták belőle, és összekeverték a vetőmaggal, hogy biztosítsák a következő évi termést. A következő percekben idézzük meg mi is e néphagyomány hangulatát. Itt áll a hang,
kitán a hang, a másik meg a ragyó csendül, de a mezőn gaza csendül. Otthon csak a beteg maradt, a többi mind búzát arat. Merre nézek a láztenger, mindenfelé dolgos ember. Hull a földre verejtéke, s szaporodik gyűl a kéve. Még a földön harmad csillog, a sarló, a kassa már ott villog. Nap fölkelték meg se várva, kint van a nép a határba. Csillagok tán földre szálltak, búza keresztekké váltak. Ahány csillag nyári éjjel, annyi kereszt szelte széjjel.
Itt is, ott is csendül a dal, s nincs még az alkonyattal. Együtt dalol ember, madár, daltól szeng az egész határ. Hely ez a dal, nincs szebb ennél, mintha mennyországba lennél. Nincsen ez kótára szedve, csak úgy terem a szívekben. Szívben terem, szívhez talál, minden baja az égbe száll. Hozzá ki mindnyájunk atya, ki az áldást osztogatja. Száll az ének, száll az égbe, a végtelen mindenségbe. Uram, kitől minden ered, áldott legyen a te neved. Kedves vendégeink! A felvonulás alatt a Proúrbedélyes hagyományőrző csoportunk, a Tisza Virág Citera Zenekar aratódalokat játszott. Közreműködtek a Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület tagjai. Verset mondott Tóth Péter, Tóth Edina, Galuska Fruzsina és Szedleszki Kira. Most pedig felkérem Tóth Józsefet, polgárváros polgármesterét, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplők, kedves polgáriak, hölgyeim és uraim! Azért gyűltünk ma össze, hogy magyarságunk egyik kiemelkedő napját ünnepeljük. Hívtuk mi ezt István király ünnepének, államalapításunk napjának, az új kenyér ünnepőnek, sőt nem is oly régen a magyar alkotmány ünnepének is. Adja Isten, hogy éveken, évtizedeken át ünnepelhessünk együtt mi, és majd utódaink is a szép nyári napon. Augusztus 20-án ünnepeljük Szent István és az államalapítás napját. Ez a két nap már összefort történelmi emlékezetünkben, mert Szent Istvánban államalapítónkat tiszteljük. Amióta pedig első László király 1083. augusztus 20-án
szentté avatta dicső elődjét, ezen a napon emlékezünk rá. Nem vitatható, minden nép és etnikai közösség életében sorsdöntő esemény, ha megtörténhet az államalapítás. Történelmi jelentőségű, ha egy az adott ökológiai környezetben élő közösségben a sikeres tevékenységek intézményesülnek, az intézmények pedig állandósulnak, és a saját társadalmi bázisán létrejön a nemzetállam. Az állam, amely a közjó szolgálatára, a közügyek intézésére szerveződik. A középkorban létrejött államokban már megvannak az egész társadalom érdekeit érvényesítő intézmények. A királyi tanács, a királyi udvar, mai nevén ezt kormányzatnak hívjuk, az egységes közigazgatási rendszer, van írásbeliség, írott törvényekkel rendelkezik, és saját pénzt veretnek. Tudjuk azt is, hogy a mi királyunk elgondolásait, döntéseit 1000 évvel ezelőtt sok-sok tényező nehezítette. Sokan reménykedtek akkoriban a király és az ország bukásában, zsákmányra éhesen várták, hogy rávethessék magukat egy kedvező pillanatban. Nem lehetett könnyű így alkotni. Mit érezhetett vajon István, amikor tulajdonvére nagybátyja támadta hátba a hatalomért, mondván, itt vagyok, én vagyok a jövő. Megfordult-e a fejében, hogy feladja művét, és meghátráljon koppány fenyegető hada elől? Nem hátrált meg, s a történelem fényesen igazolta ezt a bátorságot, a rendíthetetlen eltökéltséget. István győzött, és létrejöhetett a keresztény magyar állam. És hogy mi szerepe volt ebben Szent István királynak? A honfoglaló Árpád ükunokájaként és az államszervezést megkezdő Géza fejedelem fiaként 997-ben lépett a fejedelmi trónra. A keresztény szellemben nevelt ifjú legyőzte Koppányt, aki ellentmondott a beiktatásának. És Istvánnak sikerült elismertetnie hatalmát az egész országban. Amikor 1000 karácsonyának hetében a római keresztény szertartás szerint királlyá koronázták, befogadták az Európai Uralkodók Társaságába. Ugyanakkor a római pápa egyházszervezési joggal is felruházta. Szent István szervezte meg a központi állami intézményeket, a vármegyerendszert, a keresztény egyházat. Írott törvények alapján uralkodott népe felett, és ezüst dénárokat veretett. Népének lehetővé tette, hogy nagyobb megrázkóztatások nélkül alkalmazkodjon az új környezethez. Segítette, hogy beilleszkedjen a magyar nép az európai népek közösségébe anélkül, hogy feladná önmagát, nyelvét és jól bevált szokásait. Az ország kapuit pedig megnyitotta a zarándokok előtt, és befogadta az államot erősítő vendégeket. Szent István állama a Kárpát-medencei népek közös múltjának emléke. A Szent Király keresztény szellemben uralkodott. Tudomásul vette, hogy a földi élet tele van igazságtalanságokkal, és a hitéhez hű királynak kötelessége mindezeket elviselhetővé tenni az alattvalói számára. Amikor 1038. augusztus 15-én meghalt, az egész ország gyászolta őt. Államát nagy boldogasszonyra bízta. Érdemeit mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy halála után minden bevált régi törvényt tőle eredeztetnek, és az utódai róla nevezték el Árpád nemzetségét. Elmondhatjuk, rohanjon bárhogy a világ, fújjon bármerről is a szél, augusztus 20-a, és benne első István király soha el nem halványuló alakja, mindig része volt, és része lesz a magyar nyárnak. És nem csupán a hagyomány és a megszokás miatt. Államalapító nagykirályunk megvalósult életműve, a stabil európai állam,
ma ismét célként lebeg előttünk. De nem csupán a cél, talán a körülmények is hasonlóak, mint az államalapítás idején. István puritán jelleme, megrendíthetetlen hite vezette a munkájában, mely nyomán alakja példaként áll a későbbi korok nemzedéke előtt, s állhat előttünk is ma. István király tetteinek ereje éppen abban rejlett, hogy nélkülözött mindenféle öncélúságot, sőt ellenkezőleg biztonságot, hitet, jövőképet adott az országnak. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat, és semmi sem taszít le, csak is a gőg és gyűlölet. Szólít meg bennünket, és egyben figyelmeztet ma is Szent István az Imre herceghez intézett intelmeiben. Szent István középkori állama, a magyar állam kiállta az idők próbáját. Történelmi múltunk és nemzeti önbecsülésünk fontos pilléreként tekintünk az ezer évvel ezelőtti Magyarországra. És bár a naptári nap szerint ma 19-ét írunk, nekünk augusztus 20-a van. Ez a nap a hatályos alaptörvény szerint az államalapításra és az államalapító Szent István királyra emlékezve Magyarország nemzeti ünnepe. Az elmúlt évtizedekben az 1949-ben kihirdetett alkotmányról is szólt az ünnep, amelyet a rendszerváltás idején a nemzeti kerekasztalnál teljesen átalakítottak, és akkor megalkották az ország demokratikus működését garantáló törvényt, a Magyar Köztársaság alkotmányát, amelyet aztán a jelenleg is regnáló hatalom 2011 tavaszán véglegesen a történelem szemétdombjára dobott. Egy új alkotmány megalkotását és elfogadását tűzte ki célul a választásokat megnyerő párt, bár sokan vitatták, hogy erre egyáltalán szükség lenne, és amelyet egyébként háromnegyedes többséghez, illetve népszavazáshoz kötöttek a rendszerváltáskor kimunkált és akkor megváltoztathatatlannak hit hatályos törvények, de ez nem valósult meg. A győztes politikai párt értelmezésében a megszerzett kétharmadnyi mandátum azt jelentette, hogy a választók kinyilvánították elvárásukat egy új alkotmány megalkotására. Mondhatjuk persze, hogy ez nem így van, erről nem volt szó, hogy erre nem adtak felhatalmazást a választók, de ezen a körülményen könnyedén túlléptek a hatalom új birtokosai. A korábban senki által nem ismert alkotmánytervezetet 2011. március 9-én hozták nyilvánosságra, majd 14-én benyújtották az országgyűlésnek, és március 22-én kezdődött meg a parlamenti vita, amelynek végeztével 18-án döntöttek róla a képviselők. Az alaptörvény megalkotásához csakis a pártcsaládon belül folytattak párbeszédet, még a társadalmi egyeztetés sem tartották szükségesnek ehhez. Ha tehát most valamiért mégis aktuális szóba hozni a nemzeti együttműködés rendszerében megalkotott alaptörvényt, az annak születésének módja, mert így lett egy a nemzet többségére rákényszerített alkotmányunk. Ami akkor is igaz, ha itt a korábbi 49-es alkotmányra utalva, azt nem külső kényszer, nem egy külső hatalom, hanem egy magyarországi politikai párt küldetéstudatos elitje erőltetett az országra. S hogy soha ne felejtjük az új alkotmányt, a párt választási győzelmének első fordulóján hirdették ki 2011. április 25-ét az alaptörvény napjának nyilvánították. Azt tapasztaljuk, hogy a parlamenti többség akaratával a győztes párt így felszámolhatta a fékek és ellensúlyok rendszerét. Maga alá gyűrhette a független ellenőrző szerveket, amelyek élére egyébként kizárólag megbízható embereit állította. Saját képére formálta az ország alkotmányát, benne a helyi közösségek jogait csorbító, az önkormányzati rendszer felszámolását jelentő
az államosítást lehetővé tévő passzust is, amely passzus szerint az önkormányzatok vagyona fölött nem a helyi nép akarat, hanem az állam rendelkezhet, és ez a törvény megnyitotta az utat a központi hatalom kiépítése felé, lehetővé tette a helyhatóságok legyengítését, leépítését. Az előző többpárti parlamentáris demokráciára épülő rendszert, egy más politikai kultúra, a hatalom kizárólagos birtoklására törekvő, a személyi függőségekre alapuló autoriter rendszer váltotta fel. Mindez olyan hihetetlen módszerességgel történt, hogy csapdába ejtették a következő kormányokat is, akiknek ha csak nem lesz kétharmada a sarkalatos törvények sokasága miatt, az egypárti alkotmány kottájából kell majd játszaniuk jó ideig. Nem változhatnak például a nemzeti vagyonra, a termőföldre, a nyugdíjrendszerre, az adókra, a nemzeti bankra vonatkozó szabályok, nem módosíthatják a választási rendszert, nem adhatják vissza az alkotmánybíróság korábbi jogköreit, nem írhatják újra az igazságszolgáltatásról, a bíróságok igazgatásáról szóló és az országos bírói hivatal elnökének túlhatalmat biztosító jogszabályokat sem. A jelenlegi alaptörvénynek nevezett pártalkotmány ellentétes a modern állam, a hatékonyan működő állam, a demokratikusan működő állam, a közjavát szolgáló állam ideájával. Az lenne kívánatos, hogy egy világnézetileg semleges, az alapvető emberi jogokat elismerő, a közhatalom valódi korlátját jelentő, a bíróságok és az alkotmánybíráskodás függetlenségét garantáló, a polgárok közügyekben érdemi részvételi lehetőségét teremtő alkotmányunk legyen. Olyan, amelyet a nemzeti kerekasztalhoz hasonlóan, a különböző nézetű és értékrendű politikai erők egyetértésében készítenek elő, olyan, amely valódi társadalmi vita után népszavazással megerősítve határozza meg az ország hosszú távú berendezkedését. Mert tagadhatatlan ez a jelenlegi, nem olyan, nagyon nem olyan, amire vágytunk, vagy amit vártunk. Hiszen egy tisztességes módon létrejött alkotmánnyal szerintem egy igazságosabb országot, egy félelem nélküli, szabadabb levegővel létező és lélegző Magyarországot teremthetnénk. Azt remélem, hogy eljön az idő, amikor a magyar köztársaságnak egy nemzeti konszenzuson nyugvó és valóban sziklaszilárdságú, nem aktuál politikai szempontok szerint gyakorta módosítható alkotmánya lesz, azt lehet majd és érdemes is lesz közösen ünnepelni. Tisztelt polgáriak, kedves vendégeim! A mai nap a kenyér ünnepe, a dolgos munkáskezek ünnepe. Augusztus 20-án az ünnepségek rituális része az új búzából sütött kenyér felmutatása. A megszegés előtt a kenyérrel késsel rótt kereszt évezredes hagyományt őriz. Ennek középpontjában áll a kézi aratás, amely az egyik legnehezebb munka. Ha elég búza volt és időben sikerült betakarítani, akkor egy esztendeig a magtárban volt a közösség, az ország kenyere. Nézzünk hát bizakodva most erre a kenyére, nézzünk a rásimuló nemzeti színű szalagra, a dolgozó munkást és nem utolsó sorban az áldozatra kész embert láthatjuk benne. Itt készült polgáron, sőt némi szerencsével talán a búzát is itt lengette valahol polgár határában a szél, amelyből ezt sütötték. A mi kenyerünk ez. Múlt, jelen és jövő szimbóluma. Mementója embernek, becsületnek és munkának. Az, hogy ide kerülhetett, számunkra ma talán természetes, hiszen valamennyiünk munkája. A termelő, az alkotó, a hivatását teljesítő, a másokat szolgáló emberek kezenyoma itt van most ebben a cipóban. Mert magyarként, mert polgáriként önökkel együtt vallom, hogy jelképesen szólva, igenis mi fogtuk annak az ekének a szarvát, amely búzát és lisztet adott. Mi, polgári emberek,
ki a maga munkahelyén, a földeken, a gyárakban, az üzemekben, az iskolában, az igazgatásban, a városüzemeltetésben, egészségügyben, szociális ellátásban teszi mindenki maga helyén a dolgát. Tisztelt ünneplők, kedves városlakók! Végignézve a városon, büszkén állhat meg mindenki, minden polgári városlakó az új kenyér mellett. És mint ahogy oly sik mindent jelent ez a kenyér, bizonyára mindenkinek más és mást, számomra elsősorban a szülőföldet, a lakóhelyünket, polgárt jelenti. Ahogy minden nap kell az asztalra az új kenyér, úgy kell nekünk is megújulni, fejleszteni városunkat időről időre. A mi elődeink, a mi apáink és nagyapáink, az elmúlt századok során itt élő őseink jól tették a dolgukat. Polgárvárosa már bizonyított. A történelem virarait kiállva megmaradtunk, és sokadik generáció állhatja most körül ezt a kenyeret. Ez a város példát adott környezetének, a helyi érdekek képviseletéről, felelősségvállalásról, a közös ügyeket előmozdító munkáról. Ma csak azok maradhatnak talpon, azok a közösségek fejlődhetnek, akik a kicsinyes és személyes vitákon túllépve egy emberként képesek küzdeni egy városért, egy jó célért. Erre a munkára hívom most ismét polgárváros lakosságát, hiszen jelképesen szólva közeleg az újabb vetés ideje, folytatnunk kell a munkát, tegyük a dolgunkat polgárért, hogy egy év múlva ismét emelfővel állassunk meg ünnepre a mi kenyerünk előtt. És persze van még tennivalónk bőven, azt szeretnénk, ha a városunk tiszta, rendezett, biztonságos és világos lakóhely lenne. És nem csak a főtér, és nem csak a városközpont, hanem valamennyi utca és valamennyi lakóház kívánatos, hogy rendezett legyen. De ez egyedül nem megy. Kellenek hozzá az itt élők, a polgáriak, akikre eddig is számíthattunk, ők, akik nagy többségben lévő, jóvraló emberek. Ők a polgári polgárok, akik önmaguk akaratából, önmaguk szorgalmából, saját tehetségükkel boldogulnak. Akik családot terveznek, szülői felelősséggel gyermekeket vállalnak, akik féltő gondoskodással szülőt és nagyszülőt ápolnak, akik maguk építik házukat és tartják rendbe saját portájukat, akik tekintettel vannak szomszédra, utcaközösségre, a város teljes körzetére. Mert hát ez így van rendjén. Mert ez így normális. És nem tudjuk mások felelőtlenségének a következményeit átvállalni. És nem akarunk mások szándékos, gondatlan cselekedetei kapcsán helyettük is gondoskodni. És nem elfogadható életfelfogásként, mert hát mi tagadás, ilyet is tapasztalunk, hogy valakik mások által izzadsággal létrehozott javakból tervezik a saját életüket. És nem elfogadható, hogy vannak, akik a tőlük elvárható erőfeszítés helyett mindig és minden ügyben mások helytállására várnak. Szeretném egyértelművé tenni, hogy a városlakónak, minden polgárinak, az itt élőknek jogai és kötelezettségei is vannak. És ezek csak együtt érvényesek. Nincs más út, hiszen a jog és a kötelezettség kéz a kézben kell, hogy járjon. Hisz mindenki csak annyi jog illethet meg, amennyit a ráháruló kötelezettségekből teljesít. Szent István életútja is megadja erre a választ, hétköznapi iránymutatást bennünket feszítő dilemmákra. Szavak helyett tettekkel, ígéretek helyett munkával, a szükséges konfliktusokat is bevállalva tudjuk csak céljainkat elérni, fejleszteni, gyarapítani ezt a várost. Tisztelt vendégek, kedves honfitársaim, polgáriak! Szent István korában a világ Európa volt. Ma már nem így van. Ma a földkerekségen belül kell értelmeznünk Európát és benne Magyarországot. Nekünk ebben a hihetetlenül felgyorsult és pillanatok alatt változó globalizációs világban kell elhelyeznünk hazánkat.
Ma problémákkal terhes napokat élünk. Hitetlenkedve esetenként megdöbbenten figyeljük a világ forrongását. Kontinensek közötti gazdasági versenyről hallunk, egymásnak feszülő, korábban békében élő népek és nemzetek vitájáról hallunk, vallások és ideológiák felsőbbrendéségéről folyik vita, idegenellenesség és emberiesség terheli értékválasztásainkat, szélsőséges indulatok és gyűlöletkeltés is tapasztalható. És ne tagadjuk! A globális világ problémái, amelyek áttülemkednek hazánkra is, Európa gondjai, amelyek rátelepednek a mindennapi magyar valóságra is, aggodalommal töltenek el mindnyájunkat. Kétségekkel és szorongással tekintünk a jövő felé. Mégis én hiszem, hogy a többség, a magyar emberek döntő többsége nyugalomra, stabilitásra, békességre vágyik, és országunk vezetőinek az a dolga, hogy eszerint cselekedjenek, találjanak jó megoldásokat korunk kihívásaira. Ha az országunk választott vezetői felnőnek nehéz feladathoz, ha valóban a népet, Magyarországot szolgálják, és a közérdek felé nem helyeznek magánérdekeket, akkor bizakodva tekinthetünk előre a következő évre, évtizedekre, és talán évszázadokra is. Én reménykedem, hogy sokak lelkében és szívében létezik egy más világ, egy más ország, egy olyan, amelyben természetes és minden feltételtől mentes az, és nem kell naponta felszínes jelképekkel bizonygatnunk, hogy magyarok vagyunk, mert hisz mi itt születtünk, ezt a nyelvet beszéljük, mert közös a múltunk, azonos a kultúránk, egy a sorsunk, mi egyivé tartozunk. Bizakodom, hogy sokak lelkében és szívében létezik egy olyan Magyarország, amelyben magyarságunk mellett teljesen természetesen megélhető és elfogadott, hogy különböző vallásúak is lehetünk. Ki istenhívő, ki kételkedő, vagy megint mások akár ateisták is lehetnek. És talán nem csak álmainkban létezik egy olyan ország, amelyben magyarságunk mellett akár szerbek, németek, szlovákok és tótok, zsidók vagy cigányok is lehetünk, annyi félék, amennyi fajtának teremtett bennünket az ég. És talán nem csak az én vágyaimban létrejön majd egy olyan magyar valóság, amelyben a demokraták érdeklődéssel fordulnak egymás felé, jobboldaliak a baloldaliakhoz, konzervatívok, kereszténydemokraták, szociáldemokraták, szocialisták és szabadelvűek egymásban a jót keresik, megfogják egymást kezét, összekapaszkodva, egymást segítve erősítik hazánkat és a magyar nemzet boldogulását. Kívánom, hogy így legyen, Isten óvja országunkat, Isten óvja önöket és polgárváros minden lakóját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük, polgármester úr, ünnepi gondolatait, és most felkérem Maga László plébánost és Cető Norbert református lelkészt, hogy fáradjanak fel a színpadra, illetve a polgármestert is, hogy újra ő is jöjjön vissza a színpadra. Igen. Az új kenyér megszentelése következik. Kérem plébános urat, szentelje meg az új kenyeret, és lelkész urat, hogy áldja meg a jelenlévőket. Tisztelt vendégek, kedves polgári lakosok, ünneplők! Augusztus 20-a előhestéje van keresztény egyházunkban. Oly kedves hagyomány az, hogy az ünnepre már előző este készül a keresztény ember, és igazából
mi is már elővételezzük a mai napon nemzeti ünnepünket. Először hadd olvasak fel egy részt Isten igéjéből, Mózes 5. könyvéből. Ha majd bemégy arra a földre, amelyet neked az Úr, ha te Istened birtokul adni fog, s azt elfoglalod, s megtelepedsz rajta, vedd minden termésedből a zsengét, tedd kosárba, s menj arra a helyre, amelyet majd az Úr, ha te Istened kiválaszt, hogy ott tiszteljék nevét, és járulj a pap elé. Vegye el a pap a kosarat kezedből, s tegye az Úr, ha te Istened oltára elé. Aztán mondd az Úr a te Istened színe előtt, behozott erre a helyre, s nekünk adta ezt a teljes mézzel folyó földet. Éppen azért én most bemutatom annak a földnek a terméséből a zsengét, amelyet az Úr nekem adott. Így tedd le azt az Úr a te Istened színe előtt, s imádd az Urat a te Istenedet, s lakmározzál mindazon javakból, amelyeket az Úr, a te Istened neked és házadnak adott. Ez a felolvasott bibliai szakasz a zsidó nép életének egy parancsát írja elő, de mennyire időszerű ez ma is, Szent István király ünnepének előestéjén, kenyér szentelés alkalmával. Hallottuk, hogy Isten arról beszél, ha nép elfoglalja majd az új hazát, az ígéret földjét, akkor annak első termését azt vigyék el a paphoz, ő tegye le azt az oltárra, mondjanak hálaimádságot, és úgy fogyasszák el a föld termését, az Istentől kapott ajándékot. Nemzeti ünnepünk előestéje van, Szent István királyunkra emlékezünk. Ezen a napon annyi gondolat eszünkbe juthat. Hallottunk polgármester úrtól, Szent István királyról, hallottunk államiságról, hazáról, kenyérről. De ezen az estén gondolhatunk a földre is, arra az Istentől kapott hazára, amely a Kárpát-medence szívében fekszik. Emlékezzünk-e földre, amely életet fenntartó táplálékot nyújt nekünk. Arra a földre, amely megtermi a bölcsőnek és koporsónak fáját. Emlékezzünk arra a földre, amely annyi történelmet formáló szemét termett, amelyen annyi ismeretlen, de melegszívű másokért élő dolgos ember élt. Emlékezzünk arra a földre, amelyet a történelem folyamán annyiszor taposott az ellen, amelyet annyiszor dúlt a háború, amelyen a szózat szavai szerint atyáink vére folyt. Emlékezhetünk-e földre, amely otthonunk, amely szent, ahol élnünk, halnunk kell? Emlékezhetünk-e földre, amely beszél történelmünkről, őseinkről, munkánkról, rólunk. De az ünnep úgy lesz teljes, Szent István utódaiként, akkor ünnepünk helyesen, ha nem csak a földre tekintünk, hanem a mennyre is, és kérjük a menny urát, mennyei édesatyánkat, teremtő gondviselő Istenünket, hogy adjon nekünk békét ezen a földön. Adja meg, hogy felismerjük, hogy mi mindnyájan, akiknek otthona ez a szülőföld, egy nagy családnak a tagjai vagyunk. Kérjük Istent, adja, hogy ez a föld teremjen ma is egy sokszor önző korban Istenért, másokért, hazáért élő embereket. Amikor a gyermekeknek a műsorát néztem, láttam az ő mosolygós arcukat, akkor megfogalmazódott az a fohász is szívemben, adja az Isten, hogy itt polgáron is, és Magyarországon is legyenek szülők, akik számára a gyermek Isten ajándéka, akik merik áldozatos szívvel vállalni őket, és adja a Jóisten, hogy minél több
mosolygós ajkú, szemű gyermeket láthassunk. És kérjük Istent, hogy áldja meg földünk termését, adja, hogy az gyümölcsöt, kenyeret hozzon, amiért tudjunk mindig hálát adni, amiért tudjuk áldani mi is mennyei atyánkat. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és kiáltásunk jusson eléd. Teremtő és gondviselő Istenünk, Te az emberi nem teremtésekor a földporából alkottad az embert, majd lelket leheltél abba. Hálát adunk neked az élet ajándékáért, és azért, hogy gondot viselsz testünkre és lelkünkre. Te elküldted földünkre egyszülött szerelmes fiadat, aki a mennyből alászállott lelkünket erősítő kenyér. Ő megáldotta és megsokosította az éhezőnek a kenyeret, és megtanította arra, hogy imádkozzunk naponta a mindennapi kenyérért. Köszönjük neked, hogy adtál egészséget a munkához, megköszönjük, hogy adtál kedvező időjárást. Áld meg mindazokat, akik fáradoznak azért, hogy kenyér lehessen asztalunkon. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őrültek, dagasztottak, sütöttek, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Hadd, hogy mindennapi kenyerünkért tudjunk köszönetet mondani, s hálánk jeléül fiat keresztjének jelét rajzoljuk rá, és azt mindig szeretettel, békében és hálás szívvel vegyük magunkhoz. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon e kenyérre, településünk lakosaira és családtagjaira. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amikor az aratást ünnepeljük, akkor lelkipásztorok mi vetünk, reménység szerint lelkünkből lelkekbe. Nagy szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és hálás szívvel köszönöm, hogy lehetőséget kapok. Én is, mint a Református Egyház képviselője, hogy néhány gondolatban szóljak az ünneplőkhöz. Az Ószövetségből választottam én is egy bibliai idézetet, egy részletet. Figyeljünk erre. Sámuel első könyve, 21. fejezet. Dávid király ezt mondta, adj nekem kenyeret. A pap ezt felelte Dávidnak, közönséges kenyér nincs nálam, van azonban szent kenyér, és ekkor odaadta neki. Tisztelt megjelentek, kedves ünneplők! Ez a bibliai történet Dávid királyról szól, akinek a neve talán mindenki előtt ismeretes, ha máshonnan nem, a művészet történelemből, hiszen Michelangelo, a híres szobrász, megörökítette az alakját. Ki volt ez a Dávid király? Harcos volt. A rímeknek és a dallamoknak a harcosa, és az ő szívéből olyan csodálatos bizonságtételek születtek meg, amelyeket egyé fog a Zsoltárok könyve. De Dávid harcos volt valóságosan is, egy nemzetépítő király, aki tudta, hogy abban a korban, amelyben élt, milyen fontos hűségesen az Isten mellé állni, és azok mellé, az emberek mellé, akiket szeretett, és akikért kész lett volna az életét is áldozni. Harcos volt, és egy olyan nemzetépítő munkába kezdett bele, amelyben voltak társai, volt egy közösség, amely mellé állt szívvel, szeretettel is, ami manapság ritka tetrekészséggel is. És Dávid sikereket ért el. De a Biblia őszintén beszámol arról, hogy ennek a csapatnak, ennek a honvédő seregnek is voltak nehéz pillanatai. Megfáradtak testben és lélekben, erőtlenné váltak, és éltek meg válságos pillanatokat is. Egy ilyen válság pillanat van előttünk, hiszen elfogyott a sereg kenyere. És akkor Dávid elindul, elment az akkori szentélybe,
és mert közeledni az Istenhez, és merte elkérni a szent kenyereket. És a papok odaadták, azért, mert érezték és tudták, hogy erre a kenyérre most nagy szükség van, hiszen a nemzet jövője, az akkor élő gyermekek jövője a tét. Én úgy gondolom, hogy valahol a mi korszakunk hasonló Dávid királykorához. És mi is küzdünk becsülettel, hogy hallottuk is a beszédben. Nem véletlenül van hazai kenyér, és itt is nagyon sok becsületesen élő, dolgozó, fáradtságot nem ismerő ember van. De vannak megfáradtak is. Vannak könnyek és sóhajok. Ismerünk cserzett arcokat és cserzett lelkeket is. Mert sokszor a testi kenyér elfogy, és vele együtt a testi erő is. Akkor honnan lehet meríteni? Hogyan lehet folytatni a nemzetvédő és a mai európai szintéren szinte kritikussá vált honvédő feladatunkat szülőként, nagyszülőként, pedagógusként, dolgozóként, munkásként? Hát itt van a válasz a bibliai történetben. Lehet közeledni az Istenhez. És István király ugyanezt tette, mert ő Dávid lelkületű király volt. És aki nem hiszi, nézze meg az intelmeket, rögtön az elején hivatkozik Dávid királyra, amikor fiának üzen. Lehet közeledni az Istenhez, és lehet elkérni azt a szent és különleges kenyeret, amely lelki hasonlatban az Isten áldását, az ő üzenetét jelenti. És higgyük-e, hogy ettől a kenyértől meg lehet erősödni. Szükség van megfáradt népünknek, sokszor kilátástalanságban vergődő nemzetünknek arra, hogy valami többet kapjunk, valami belső erőt. És ezért van ünnepünk, és adja Isten, hogy merjünk közeledni hozzá. Egy áldást is szeretnék mondani, indítóképpen, útravalóképpen, egy közel 1700 éves áldás szavaival. Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen. Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselvetésétől. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel. Az Úr legyen te benned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rátok rontanak. Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged. Így áldjon meg téged a jóságos Isten ma, holnap és minden időben. Amen. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Felkérem Tóth József polgármestert, szegje meg az új kenyeret. Kérem Brász György urat, Mariella Milejska alelnök asszonyt, Günther Henkel urat, Rigó László urat, Bendik Veronika alelnök asszonyt, fáradjanak a színpadra, és igyanak együtt áldomást az új kenyérre. Virágom, virágom,
A köszöntőkhöz odaadom akkor a mikrofon. Igen. Tisztelt polgármester úr, kedves testvérvárosunk, hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntöm tiszaújvárosiak nevében polgár minden lakosát és minden vendégét. De előbb azt kérdeztem polgármester úrtól, hogy polgári a pálinka? Azt mondta, hogy igen. Mondtam, ez teljesen rendben van, mert a polgáriakra nem jellemző, hogy idegen tollakkal ékeskedtek. Az viszont jellemző a polgáriakra, és látszik a településen, hogy igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, bár a polgármester úr intő szavait is meg kellene fogadni, hogy egy virágzó, szép település legyen. Bizonyára tudják, hogy most ünnepli Tiszaújváros a városrenyilvánítás 50. évfordulóját. Sok-sok rendezvényt tartunk, és sokat beszélünk arról, hogy vajon miért is tudott Tiszaújváros az elmúlt 50 évben és az azt megelőző időszakokban ilyen fejlett várossá válni. Hát azért is tudott ilyen fejlett várossá válni, mert azok az emberek, akik megjelentek és építették a város gyárait, üzemeit, épületeit, közterületeit, azok tisztességgel és becsülettel elvégezték azt a munkát, amit vállaltak. És ebben nagyon sokan voltak a város környékről, nagyon sok polgári építette Tiszaújvárost. És ezt szeretném megköszönni ezen alkalomból is. És persze ez a város, Tiszaújváros, ez szeretne valamit visszaadni a város környéken élőknek. Visszaadni azt a sok-sok munkát, azt a sok-sok szeretetet, azt a sok-sok tudást, amit kaptunk azoktól, akik Tiszaújvárosért is dolgoztak. Mivel tudjuk ezt meghálálni? Azzal, hogy ezt az építő munkát folytatjuk. Folytatjuk azt, hogy a városnak legyen működő gazdasága. Bizonyára figyelemmel kísérik a híreket. Tiszaújvárosban folyamatosan beruházások vannak, fejlesztések vannak, amelyek újabb munkahelyeket fognak teremteni a polgáriak számára is. Minden ember szeretne úgy jövedelemhez jutni, hogy a tisztességgel, becsülettel végzett munkája ellenértékeként. Én azt kívánom, hogy éljünk egy ilyen országban. Egy olyan országban, amikor mindenki csak úgy jut jövedelemhez, amiért megdolgozott. Tehát ne legyünk az ügyeskedők országa. Ha legyünk a tisztességgel, becsülettel dolgozó emberek országa. És persze beszélünk itt az elmúlt 50 évről, meg 60 évről, ami összeköt bennünket, de sokkal régebbi a mi kötődésünk. Mert a mi gyökereink, a mi városunk gyökerei ott vannak Tiszaszederkényben. Abban a városrészben, amelyik évszázadok óta létezik, és nagyképűen szoktuk mondani, bár itt nem hangzott el a mai szónokunktól, polgármester úrtól, mert ugye büszkének kellene lenni arra, hogy ez egy hajdúváros, hogy nekünk is vannak hajdúgyökereink, és mi is a hajdúk utódjának tekintjük magunkat. És mindenki tudja, hogy az, hogy Tiszaszederkény létezik, azt köszönhetjük Lóránffy Zsuzsanna fejedelemasszonynak. Ha valaki elmegy Tiszaszederkénybe, látja, hogy a főtéren van egy gyönyörű szobor Lóránffy Zsuzsannáról, József Lajos szobrászművész alkotása. És úgy gondoltuk, hogy valami különleges dologgal szeretnénk meglepni a testvérvárosainkat abból az alkalomból, hogy az 50. évfordulót ünnepeljük. És minden testvérvárosunk számára készítettünk egy ajándékot, amit most szeretnék átadni polgármester úrnak, de polgárváros minden polgárának. Tedd már le, légy szíves, jó? És hogy mi ez az ajándék? Ez fog összekötni bennünket. Azt szeretném kérni polgármester úrtól, hogy majd ezt, igen,
hogy jó látható helyen kell elhelyezni, a városházán, és amikor erre tekintetek, akkor lássátok azt, hogy mi barátok vagyunk, és a polgáriak számíthatnak Tiszaújvárosra, mint ahogy mi számítunk a polgáriakra. És hogy mi ez az ajándék? Hát ez az ajándék annak a szobornak a kicsinyített mása, amelyik Tisza Szederkényben a főtéren van. És ez... Venni egy kicsit, igen. Nem van egyszerű kivenni. És kívánom önöknek, hogy legyen békés minden napjuk. Ne felejtsék el, hogy ez a világ szeretet nélkül nem lesz jobb. És ugyan Tiszaújváros nem arról híres, és úgy gondolják az emberek, hogy Tiszaújvárosban nincs keresztény gondolkodás, nincs keresztény élet, de van, hiszen vannak keresztény iskoláink, most már. Nagyon jó kapcsolataink vannak a keresztény egyházakkal. És mi azt tartjuk most már magunkról, hogy Tisza Szederkény most már ugyanolyan normális város. Most már ugyanolyan normális város, mint bármelyik az országban. Mi is most már világi és keresztény város is vagyunk, és polgár is az. És azt kívánom, hogy ez a békesség legyen meg, éljenek szeretetben és békességben, és gyarapodjon mindenki a munkája révén. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kedves vendégeink, az egész ország lázban ég, hiszen a 31. nyári olimpia zajlik Rióban. Különlegessége ennek az olimpiának, hogy először rendezték meg dél-amerikai városban. Magyarország nagyszerűen teljesít, már 7 aranyunk, 3 ezüstünk, 4 bronzérmünk van. Innen is gratulálunk érmeseinknek, Hosszú Katinka úszónak, Száz Emese és Szilágyi Áron vívónak, Szabó Gabriella és Kozák Danuta kajakos párosnak, illetve egyéniben Kozák Danutának, ma a női vízilabda válogatott, illetve Pars Krisztián kalapácsvető harcol a döntőben. Tiszteletünk és elismerésünk jeléül küldjünk nekik innen a távolból is egy nagy tapsot. Talán kicsit közelebb kerülünk az olimpia helyszínéhez gondolatban, a most következő brazil táncsóval. Fogadják őket nagy szeretettel. Hölgyeim és uraim, felkészültek? Színpadon a Copacabana. 5, 4, 3, 2, 1, showtime!